Sziasztok, ez itt a Galagonya TV, és itt vagyok a gyermeknapi rendezvényünk helyszínén, a Fanni hajón. Ha minden igaz, hamarosan megkapjátok egyébként róla az infókat, de most megmutatom nektek, hogy hogy is néz ki ez valójában. Itt áll mellettem egyébként a hajós kapitányunk. Sziasztok! Mesélsz nekünk egy kicsit a hajóról? Mikor épült, hogy került ide Magyarországra? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi hajó. 89 éves most már, és eredetileg magyar hadihajó volt. Csak hadizsákmány lett, elvitték messzi Németországba, és csak 10 évvel ezelőtt került vissza, most már nem hadihajóként, nincsenek ágyuk rajta, hanem személyszállító hajóként. És nagyon jó bulit fogunk itt csinálni. És képzeljétek, azt is megtudtam, hogy nem elég, hogy hajókázhatunk, de még ti gyerekek vezethetitek is, kormányozhatjátok is a hajót. Mit szóltok hozzá? Szerintem nagyon vagány. Hello, kaptunk egy mosolykát. Na szóval, nézzünk körül. Van dohányzós rész, de ne dohányozzatok, meg káros. Megmutatom nektek, hogy néz ki. Ilyen gyönyörű kis padok vannak. A panoráma, hát nézzétek csak. Ha, egy hajós kapitány. Oh! Kulisszák mögött még Tomi is látható. De megyek tovább, jó? Képzeljétek el, azt is tudom, hogy nagyon fontos a biztonság, és nézzétek csak, itt vannak ilyen rácsok. Ilyen rácsok lesznek mindenhol a hajón, ahol nagyobb rés van, nehogy kiessetek a hajóból majd. Megmutatom nektek a WC-t, mert szerintem minden rendezvény helyszínén a WC igenis nagyon fontos dolog, és lássátok, ez itt nagyon kultúrált. És WC-papír is van. Szerintem hasznos? Aztán, még mentő mellény is van, nézzétek csak. Na, ebből essetek ki. De ne kelljen használni. Jó? Ez volt a női mosdó, de van külön fiú mosdó, és van még egy mosdó, képzeljétek el, amit lehet majd használni. Megmutatom nektek, hogy hol fogtok tudni enni meg inni. Ugye szabad? Szóval elhúztam az ajtót, és itt ilyen magasra megyünk le. Itt 190 centi alatt csak óvatosan szabad közlekedni, mert nagyon alacsony már. Itt lehet majd a büfében rendelni. Enni, innivalót. Lehet egy picit iszogatni is majd. Itt dolgoznak a szakemberek. Ha-ha-ha. Ez itt egy ilyen kis éttermi rész, mondjuk így. Ide lehet majd lecsücsenni. Itt lesz majd a csillántetoválás. És akkor megmutatom nektek, hogy hol lesz a koncert. Ajjaj, megint elhúzom az ajtót. Na, menjünk föl. 50 fő. De mi többen leszünk, ugye? Na nézzük csak. Bejöttem ide a birodalomba, most jelenleg így néz ki, megmutatom. De ezt természetesen át fogjuk majd rendezni, és úgy fogjuk átrendezni, hogy mindenki nagyon kényelmesen elférjen, az asztalok nagy része ki fog kerülni innen, és csak mi leszünk itt. Jó? Szerintem jól fogjuk érezni magunkat. Mert képzeljétek el, hogy van itt hátul egy rész, azt mondta a kapitány úr. Ott látjátok, ahol van az ajtó is. Nyugodtan hozzászólhattok ám, mert látom, amit írtok. Örülnék neki, ha lenne kérdésetek a gyereknappal kapcsolatban. Az egész falat ki lehet nyitni, ha nagyon jó idő lesz. És akkor kijutunk a másik oldalra, ami szintén egy ilyen kiülős rész. Jaj, de jó süt a nap! Úgy szeretem! Szóval ez is egy ilyen kiülős rész. Itt még tovább tudunk menni. Még fel a lépcsőn. Na és nekem ez a kedvencem. Nézzétek csak! Ide ki tudunk ülni majd, és jókat tudunk beszélgetni. Nézelődni, hiszen 2 órán keresztül. Szia, Lencsi! Lehet vezetni majd a hajót, de be kell osztanunk, mert ha nagyon sokan jelentkeztek, akkor bizony mindenkinek sorra kell kerülnie, de üzenem Máténak, hogy elintézem, jó?
Na szóval, így fog kinézni. Hogy tetszik a hajó, Lencsi? Láttad az elejétől a beszélgetésünket? Na, közben visszamegyek. Szerencsére itt egész jó idő van. Az előbb fáztam egy picit, szerintem hűvös volt, de június 5-én hétágra fog sütni a nap, és még egy jó hír, itt fönt, ahol vagyunk, ahol lesz a koncert, ennél az asztalos résznél, oda nézzetek, mi van ott az ablak elején. Egy légkondi. Tehát, ha nagyon meleg van, akkor le is fogunk tudni majd hűlni. Szóval, ha bármi kérdésetek van, azt üzenik a Lencsiék, hogy nagyon szép tetszik nekik a hajó, és hogy a Máté szeretné vezetni a hajót. Mondtam, hogy elintézem. Bólogat a hajós kapitány. Elintézzük, Máté. Na, úgyhogy el is köszönök tőletek. Ha kérdésetek van, akkor nyugodtan jelezzétek. És akkor június 5, 10 órakor indul a hajó. Senkit nem akarunk itt hagyni, úgyhogy legkésőbb 3-4-10-ig érjen ide. Aki nem ér ide, az bizony lemarad. Úgyhogy ne feledjétek, 4500 forint per fő, regisztráljatok, majd a videó alá beposztolom a linket, hogy hol tudjátok kitölteni a regisztrációs ívet, és ne felejtsetek el követni az élő bejelentkezéseken, jobb oldalon, fönt a sarokban, ha vége a videónak, klikkeljetek rá, és mindig kaptok értesítést arról, merre járok, mit csinálok. Puszi nektek, jelentkezzetek a gyereknap. Nem, görik nem jönnek. Azt kérdezi a Lencsi, hogy jönnek-e a görcik. Nem jönnek a görények, mert nem teljes koncert lesz, hanem csak én leszek, viszont olyan dalokat fogtok hallgatni, amiket nem nagyon szoktam elénekelni sehol. És jön egy meglepetés vendég is, amiket ő fog elénekelni, és szerintem még lehet, hogy őt se hallottátok. Úgyhogy legyetek jók, sziasztok!